Köszöntöm Önöket Örökségünk című magazinunkban. Ez a korhű lövészárok vezeti be a látogatókat a levéltár új kiállításába. A tárlat az első világháború eseményeit eleveníti fel, kitörését, harcait, a hadifoglyok életét, a hősök emlékét. A kiállítás februárig látogatható bejelentkezés alapján. Kiállításunknak megpróbáltunk egyszerre egy tematikus és egy kronológiai rendet is adni. Én úgy gondolom, sikerült ezt megvalósítani. Nyilván elsősorban az volt a célunk, hogy a látogatók számára az egész háború folyamatát bemutassuk, és azon keresztül természetesen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozásokat kiemeljük. Ezért tárlatunkat a háború előzményeinek az összefoglalásával kezdtük, erre egy külön tablót állítottunk össze, a háború kitörésével kapcsolatos dokumentumokkal, és hát nyilván itt is a megyei vonatkozásokat próbáltuk elővenni, akár egy meghívó Küri Albert alispán részéről, ami itt látható, amely a trónörökös párnak a meggyilkolásával kapcsolatos rendkívüli közgyűlésről szól, de kiemelhetjük ugye a hadüzenetnek a kérdését is, akár az általános mozgósítást, amit pedig a Török Szent Miklós és vidéke korabeli újság segítségével próbáltunk megidézni. Nagyon fontos volt, hogy kiállításunknak az egyik központi gondolata a Kovács Pál történet, ugye az első áldozata az első világháborúnak, megyei származású fiatalemberről van szó, abátszalóki születésű, neki szerettünk volna egy külön tabló segítségével emléket állítani. Bemutattuk ugye az ő élettörténetét, a születési anyakönyvi bejegyzések segítségével, korabeli fényképek, fotók segítségével, és utána pedig ugye a 68. gyalogezred Besteségi lajstromából egy jelentés, ahol látható az ő halála is. És végül zárva ezt az egész gondolatkört az abátszalóki háborús emlékmű, amely valószínűleg az ő arcát, az ő személyiségét idézi meg, amivel lezártuk ezt a történetet. Hogy életszerűbbé tegyük a kiállítást, megpróbáltunk olyan életképeket is kialakítani, amely megidézi ezt a háborús korszakot. A bevezető részben, a levéltári folyosó részben kialakítottunk ennek érdekében egy lövészárkot. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyon jól ráhangolja a látogatókat erre a korszakra és erre a kiállításra. De itt például egy parancsnoki pihenőt próbáltunk kialakítani. Szerencsére gyűjtőink rengeteg olyan haditechnikai eszközzel, korabeli eszközzel is rendelkeztek, amit önzetlenül kölcsön adtak a kiállítás időtartamára, amely segítette ezeknek a kiállítás részeknek is a létrehozását. Minden egyes levéltári kiállítás sokkal beszédesebbé és többetmondóvá válik, hogyha tárgyi eszközökkel is ki tudjuk ezeket egészíteni. Ugyanehhez a tematikához kapcsolódik a huszárság története is, ez is egy fantasztikus gyűjteményrészlet. Az első világháborúban rendszeresített huszárok által használt eszközök láthatók itt, ez is egy magánszemélytől gyűjtőként érkezett hozzánk, felbecsülhetetlen értéket képviselnek ezek is. És ezt követően pedig jönnek azok a tematikus vitrinek, amelyek az egy-egy hadszíntérhez, a hátországhoz, a megyei vonatkozásokhoz kapcsolódnak. Ugye a háború esetében mi a keleti fronttal indítottuk a gondolatunkat, nem véletlenül, hiszen dr. Horthy Szaborcs, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének a főispánja az, aki ezen a hadszintéren életét vesztette. Ugye ez a másik olyan hatalmas áldozat, amit én úgy gondolom, hogy a megye az első világháborúból vállalt. A sok elesett katona mellett és az első áldozat, a Kovács Pál mellett mindenképpen meg kellett emlékezni az egykori főispánról is, aki életét vesztette a keleti hadszintéren. Kimegyek a doberdói harctérre. A második vitrinünk az az olaszországi hadszínteret próbálja megjeleníteni. Itt pedig az Isonzo és a Doberdo az a két kulcsfogalom, amely köré szerveztük magát a tárlatnak, ezt a fejezetét. Rengeteg jászkun katona harcolt itt is, óriási véres küzdelmeket folytattak, és hát nagyon sok ezren vesztették életüket ezeken a hadszíntereken is. A nagyapám inkább mesélt erről, milyen rémes dolgok történtek egy ilyen háborúban, és milyen boldog az ember kell lennie, hát amikor a béke van, és hát amikor az ember békében tudna élni. És ezt gondolom, hogy az édesapjától tanult, hát a negyedik Károlytól, mert hát ő katona volt. És, mint mondtam, nem volt szokásos, hogy az uralkodó igazán a fronton jár, mert hát mindig próbáltak védeni az uralkodók, és hát ezért messze kellett tartani. A nagyapám mindig a fronton volt, és hát ezért ő látta, milyen szörnyűen egy ilyen háború. És szintén egy ilyen kiállításban lehet egy kicsit látni, hogy mit jelent egy háború. és milyen boldog kell lenni, hát amikor ezzel nem kell szenvedjünk. És hát ez, gondolom, hogy nagyon, nagyon tanulságos dolog, és én nagyon örülök, hát amikor a katonák is részt vesznek egy ilyen eseményen, mert hát neki köszönhető, hogyha béke van. A harmadik vitrinünk az a haditengerészetről szól. Jász-Nagykun-Szolnok megye elképzelhetetlen e fejezet nélkül is, hiszen Horthy Miklós, aki ugye megyei származású kormányzója volt az országnak a két háború között, megkerülhetetlenné tette ezt a témát, az ő életének és részben ugye az ő katonai karrierjének a feldolgozására vállalkoztunk, de mindenek előtt azért a monarchia haditengerészetében szolgáltott teljesítő katonákra gondoltunk elsősorban, az ő emléküket szerettük volna itt megörökíteni. Van egy személyes vonatkozás is ebben a történetben, az én dédapámnak a testvéröccse vett részt az első világháborúban a monarchia haditengerészetében. Itt látható az ő fényképe. Ő ezt a képet a távol-keletről hozta haza, és milyen érdekes a dolog, hogy a Károly főherceg hajón teljesített szolgálatot, és ennek a hajónak a festménye pedig itt látható a fejünk fölött. A következő vitrint a front életének szenteltük. Megnéztük azt, hogy a katonák milyen életet folytattak a fronton, mostoha körülmények között, háborús események idején. A mindennapokat próbáltuk egy kicsit megidézni, egyrészt a segítségnyújtást, ugye ebben az esetben a sebesültek ápolását, másfelől pedig a mindennapi életnek azokat a tárgyait, ugye gondolhatunk itt esetleg a családjukkal levelező katonákra, vagy gondolhatunk az ünnepekre, az egyházi ünnepekre például, amiket ott is ugyanúgy megünnepeltek, gondolhatunk például az imakönyvekre, és hát nyilván ugye a félelem és a háborús események mostoha körülményei azért nagyon megviselhették ezeket a katonákat a több hónapos frontszolgálat idején. A mindennapjaik életüknek ez a szakasz egy nagyon nehéz, mostoha időszak lehetett. A következő vitrínben a hátországot szerettük volna megidézni. Jász-Nagykun-Szolnok megye ugye tevékenyen, szerencsére nem vett részt a háborúban, érintette viszont a családtagok révén, érintette a nélkülözés révén, érintette az élelmiszerjegyek révén, érintette az áruhiány révén. Egy sor olyan dolog, úgy gondolom, ami mindenképpen megemlítésre került ebben a rövid összeállításban. Az Aranyért Vasat akcióba, vagy Rézért Vasat akcióba adták a mozsarat, az aranyért pedig vasgyűrűket osztottak fölirattal. És ebben érdekesség az, hogy aki több aranyat adott be, az kapott aranybéléses, vagy ezüstbéléses vasgyűrűt. Negyedik Károly király emlékének is szenteltek egy vitrint. A gyűjtemény nagy része Kisemjenőtől származik. Kimondottan Negyedik Károly királyt mutatja be, illetve az munkásságát, életét a boldogálvatásig. Többek közt láthatók Rómába készült boldogálvatási felvételek. Negyedik Károly saját kezű aláírásával Tihanyba kelt levél, ami egyedi, utána egy leírat, királyi leírat, szintén Károly aláírással. És érdekessége még ezeknek az anyagoknak az, hogy a koronázási bélyeg, ami első bélyegünk volt ilyen alkalmi bélyegzéssel, 100-as években. Tehát elég ritkán fordul elő. A kiállítás a katonák öltözékét is bemutatja. A szép színes díszes egyenruhákat ez időtájt váltotta fel a csuka szürke egyenruha. Pontosan az orosz-japán háborúnak a tanulmányai és a tapasztalatai miatt, mert az ugye 905-ben van, és akkor ott azért levontak egy csomó olyan dolgot, ami bár lokális háború volt, ami azt mutatta, hogy ezek a színes egyenruhák már azért annyira a háborúban nem lesznek jók. Akkor cserélik ki a ruházatot, de ezeket a fajtákat, amiket itt mutattunk, hogy dolmányok, tulajdonképpen rendszerbe hagyja, csak 18-ig ez a díszöltözet lesz a gála. Csak ünnepségen használják, onnantól kezdve már a tábori szürke, illetve a csukaszürke egyenruha váltás történik, de gyakorlatilag az egész világon. Ahogy eljutunk a végéhez a történetnek, a hadifogság kérdése kerül majd elő, hiszen sok százezer magyar katona került hadifogságba a háborút követően. Ha megnézzük azokat a térképvázlatokat, amelyeken bemutatjuk a magyar hadifogoly katonák, hogy merre is voltak a világban, hihetetlen, hogy milyen kalandos történetek is bontakoznak ki ebből. Hosszú éveken keresztül kényszermunkára ítélve, nehéz, mostoha körülmények között, és hát bizony ugye, egészségügyi ellátás nélkül, megfelelő élelmezés nélkül nagyon-nagyon sokan veszítették életüket a hadifogságban is, de hát a mindennapok ott is zajlanak. Egyrészt megpróbálnak kapcsolatot tartani a családtagokkal, legalább egy üzenetet küldeni, hogy életben vannak és várható a visszatértük. Ugye itt látható egy magyar hadifogoly levelezőlapja Taskentből, vagy például láthatunk olyan tárgyakat is, amelyeket hadifoglyok készítettek. Nagyon népszerű volt abban az időszakban első világháborús haditechnikai eszközökből különböző dísztárgyakat készíteni. Nagyon sok ilyen dísztárgy érkezett hozzánk, ugye ezt próbáltuk itt a hadifogság fejezetben is egy kicsit megeleveníteni. A világháború után sorra emeltek emlékműveket a harcokban elesett hősöknek. Az egyik vitrin ezeknek a sok helyen már omladozó mementóknak állít emléket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár egy olyan kutatómunkát végzett ehhez a témához kapcsolódóan, ami úgy gondolom, hogy országosan is egyedülálló, ugyanis a megye településeinek valamennyi első világháborús emlékművét dokumentáltuk, lefotóztuk, és ebből építettünk egy olyan adatbázist, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos, nagyon lényeges adatbázis lesz majd a későbbi kutatások szempontjából. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az áldozatok létszámát is, a hősi halottak számát is megpróbáltuk pontosítani. Több hónapos kutatás volt ez a folyamat is, hiszen itt a halotti anyakönyvekből, összeírásokból, a hadtörténeti levéltárban található dokumentumokból kellett összesítenünk azt, hogy a megye területén körülbelül hányan is vesztették életüket az első világháború harci cselekményeiben. Ezeknek az adatoknak az összesítése még mindig tart, ugyanis az első világháborús emlékműveken található névsorok nem minden esetben pontosak. Ezeket mi most pontosítjuk, és ezekkel kiegészítve talán sikerül egy olyan névsort, egy olyan listát településre és személynévre pontosan lebontva összeállítanunk, amely nagy pontossággal fogja rekonstruálni az első világháborúban hősi halált halt katonáknak a számát a megye területén. Az első világháború eseményeinek és hőseinek emléket állító levéltári kiállítás bejelentkezés alapján látogatható 2012. február 28-áig.